A város híreivel, eseményeivel a Pécs TV híradóját látják. Kollégáim nevében is köszöntöm nézőinket. Pécs valamennyi testvérvárosából érkezett delegáció arra a háromnapos programra, mely ma kezdődött az Európa Házban. A rendezvény külön érdekessége, hogy egy város testvérvárosai egymással is találkozhatnak, és erre Magyarországon még nem volt példa. Pécs 11 testvérvárosából 8 város delegációja érkezett a háromnapos konferenciára, melynek az Európa Ház ad otthon. A találkozó a testvérvárosi együttműködési lehetőségek az uniós csatlakozás tükrében címmel indult, de természetesen a fő hangsúly a személyes kapcsolatokon nyugvó baráti viszony kialakításán van. A testvérvárosi egyesületnek és a testvérvárosi kapcsolatnak pontosan ez a célja, hogy a polgárok polgárokkal találkozzanak, és az élet minden területén ismerkedjenek meg egymással. Fontos dolog, hogy aki nálunk előrébb jár, legyen az egy EU tagság, attól meg tudjuk szerezni azokat a tapasztalatokat, amiket nekünk már nem kell átélnünk, és nem kell különösebb energiát fordítanunk rá, hogy megtanuljuk. És azok a városok, melynek országai velünk együtt vagy utánunk fognak az európai közösség tagjai lenni, azoknak pedig mi tudjuk a tapasztalatainkat átadni. A találkozó lényeges pontja még, hogy Pécs testvérvárosai is megismerhessék egymást, hiszen ezzel tovább bővülhet az a nemzetek közötti kapcsolatrendszer, amely majd a személyes ismerettségeken alapul. Nagyon örülök, hogy meghívást kaptunk erre a találkozóra. Terracina egy igazi turista központ, így mi az idegenforgalom fejlesztésére szeretnénk fektetni a fő hangsúlyt. Mivel Magyarország hamarosan az Európai Unió tagja lesz, elérkezik az idő, hogy a gazdasági kapcsolatokat is a realitás talajára helyezzük. Először a kamarák közti együttműködési megállapodással indult a kapcsolatunk, amely kiteljesedett a két város közötti testvérvárosi viszonyra. Mára nyugodtan nevezhetjük baráti találkozónak az ilyen alkalmakat. A testvérvárosi kapcsolatot nagyon fontosnak tartom. Ezek lényege a személyes kontaktus. Törekednünk kell a folyamatos bővítésre, ugyanis az unió lényege nem csak a nemzetek, hanem a polgárok jó viszonya is, hiszen rengeteget tanulhatunk egymástól. Pécs a világörökség tagja, és vannak olyan kapcsolataink, akik sokkal többet tudnak már erről a dologról, hogy hogy kell megélni annak a város polgárának a világörökséget, mit tud érte tenni, hogy tudja hasznosítani, hogy tudja ő is az életét jobban, szebben élni ebben a világörökség részévé vált városban. A hétvégén már megkezdődött és ma Nyitott kapuk címmel sportnappal folytatódott az idei határőrnapi programsorozat. Rövid híreinkben emellett beszámolunk egy különleges szoborköltöztetésről, és arról is, hogy fogadónapot tartott Baranya megye rendőrfőkapitánya. Június utolsó hetében felpezsdül a pécsi határőrigazgatóság élete. Ekkor vannak ugyanis a határőrnapi rendezvények. Idén azonban nyílt nap is kísérte a rendezvény sorozatot. Míg a pályán kispályás labdarúgó mérkőzésen mérték össze tudásukat a csapatok, bárki bejöhetett a laktanyába, ha kérdése volt a határőrség munkájával kapcsolatban. A hagyományteremtő céllal szervezett nyílt nap lehetőséget jelent a polgárok számára, hogy az Európai Unióba történő belépésünk után a külső határ védelmét ellátó szervvel megismerkedjenek. A többnapos rendezvény délután ünnepi állománygyűléssel folytatódott. Baranya megye rendőrfőkapitánya dr. Sárközi Ferenc tartott fogadónapot a kapitányság Varga Damján úti épületében. A papírformát igazolva ezúttal is személyes jellegű problémákkal fordultak a rendőrséghez a polgárok. Volt, aki a szomszéd zaklatása miatt, volt, aki utcai hangoskodás miatt tett panaszt. Természetesen akadtak visszatérő panaszosok is, akik nem elégedettek bejelentésük eredményével. A kapitányság dolgozói és dr. Sárközi Ferenc tanáccsal és szükség esetén a vizsgálat azonnali megkezdésével tudtak segíteni a megjelent bejelentőkön. Teljes erőbedobással folynak a munkálatok a Jókai téren. A felújítás azonban veszélybe sodorta a teret díszítő Zsolnai kutat is. A védelem érdekében a kutat kiemelték és biztonságos helyre szállították, hogy ezután a Boldogságháza mediterrán hangulatú udvarát díszítse. A kiemelés sikerült, közben a kút nem sérült meg, így a szakemberek elégedetten távoztak a helyszínről.
Szigorodnak a könyvvizsgálat szabályai. Jövő év elejétől csak főállású könyvvizsgálók végezhetnek ellenőrzéseket. A szakma felkészítése ezekre a változásokra adta központi témáját a Pécset először tartott könyvvizsgálói kamarai elnökségi ülésnek. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 3 éves múltra tekint vissza, és jelenleg mintegy 5500 taggal rendelkezik. A szervezet felépítése ez év végére fejeződik majd be. Az egyik ilyen fontos elem, ami még hátra van, a minőségbiztosítás, aminek a lényege az, hogy a könyvvizsgálók szakmai munkájának a javítását, figyelemmel kísérését, egy ilyen ön áttekintését, önvizsgálatát jelenti. Ennek a rendszerét tekintjük át, illetve fogjuk jóvá hagyni. Az ülésen emellett a szervezet második féléves programjáról és jövő évi költségvetés tervezetéről is határozott a megyei és bizottsági elnökökkel kiegészült elnökség. Emellett a könyvvizsgálói szakma változásairól is szó volt. Idén január 1-től már minden magyar könyvvizsgálónak az általunk kialakított magyar nemzeti könyvvizsgálói sztenderdek alapján kell elvégezni a munkáját. Ez azért jelentős, mert ez a sztenderd megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, azzal összhangban van, tehát a magyar könyvvizsgálók ezután versenyképesek, ugyanúgy végzik a szakmai munkájukat, mint a más nagy nemzetközi könyvvizsgáló cégek. Erre a kamara 3 éves oktatási programmal készítette fel tagjait, akiknek jövő év elejétől újabb változással kell szembenézniük. A törvény előírásai szerint könyvvizsgálatot csak főmunkaidőben, főállásban lehet elvégezni. Ennek a törvényalkotók részéről az volt a szándéka, hogy ez egy nagyon nagy felkészülést, összpontosítást, ismereteket igénylő szakma, és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ezt csak teljes összpontosítással, odaadással, hivatásszerűen lehet elvégezni, ami igényli azért azt, hogy ezt valaki teljes állásban, főállásban végezze. Ez a szabály döntés elé állítja a könyvvizsgálókat nem csak országos, hanem megyei szinten is. 195 tagunk van, ebből körülbelül 40 szüneteltető, a többi az jelenleg könyvvizsgálatot végez. Ebből a 150 körüli létszámból körülbelül 70-80 az, amelyiknek dönteni kell jövő évben, hogy könyvvizsgálat vagy főmunkaidőben, munkaviszonyban végzi a munkáját. Kettős lesz a döntés. Ugye a nagy cégeknél dolgozó vezetőbeosztású emberek azok nem fogják ott hagyni a munkahelyüket. A kisebb cégeknél dolgozók viszont meg tudják oldani vélhetően, úgyhogy vállalkozóként végzik egy cég gazdasági vezetését. Az idei tanév zárásaként megkezdődtek a diplomaosztó ünnepségek a Pécsi Tudományegyetemen. Elsőként a fogorvosok vehették át diplomájukat a fogorvosi karon. 29 fogorvost és az angol programban résztvevő diákok közül 20 általános orvost avattak a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán. A fogorvos képzés sokat változott az elmúlt évekhez képest. Gyakorlatiassá válik, a kurrikulum egyre korszerűbb, egyre inkább megtanulhatják már most az 5 év alatt a kollégák a gyakorlati teendőket, és korszerű eszközök, módszerek rendelkezésre állnak itt a Pécsi Egyetemen, és hát a Pécsi Egyetem fogorvosi szakával együttműködő begyakorló képzőhelyeken, fogorvos kollégák rendelőiben. A frissen diplomázott fogorvosok 2 év rezidens képzés után tehetnek szakvizsgát. Akinek volt valami lehetősége, az elmegy innen a klinikáról, de sokan, tehát fél csoportunk majdnem itt maradt, tehát ilyen 10-12 ember. Én az egyik csoportársammal volt egy olyan lehetőség, hogy Sopronba megyünk ki, és ott végezzük ezt a 2 éves gyakorlatot. A fogorvos avató ünnepséget több diplomaosztó is követi a Pécsi Tudományegyetemen, amelyeken csaknem 6000 hallgató vehet át diplomát az idei évben. A Déli Fény Egyesület az epilepsziával élők szervezete, melynek tagjai úgy vélik, hogy nem csak orvosi módszerekkel lehet segíteni a betegségtől szenvedőknek. Ugyanilyen fontosak az érintettek tapasztalatcseréje, az életviteli tanácsok, a személyes kapcsolatok ápolása. Az Egyesület legutóbbi klub összejövetelének központi témája az álláskeresés volt. Ma Magyarországon mintegy 60-80 ezer ember kénytelen együtt élni az epilepsziával. Támogatásukra többféle civil szervezet alakult az elmúlt években, ezek egy részét maguk az érintettek hozták létre.
A Déli Fény Egyesület is ilyen szervezet. 20 taggal alakultunk meg, és körülbelül 25-en vagyunk jelenleg, és az epilepszia kérdéssel foglalkozunk, hogy kinek mi a problémája, jogügyekbe segítünk, fórumokat megkeresünk, a munkahely szempontjából keresgélünk nekik, hogy tudjunk segíteni, kinek mi a problémája, rendezvényeket tartunk, epilepszás kongresszusok, akkor a budapesti EPI házzal tartjuk a kapcsolatot. Minden hónapban van összejövetel, és mindig megbeszéljük, hogy mit tudott a vezetőségi tagok, mit tudtak tenni, miben tudunk segíteni, hogyan tovább. Az epilepsziával élők munka lehetőségei beszűkültek. A munkaadók nem szívesen foglalkoztatnak beteg embereket. Egy kicsit rosszul viszonyultak hozzá, mert eltaszított. Tehát negatívan vették azt, ami, hogy rosszul lettem. Mást nem tudok mondani, mert a munkahelyem lényegében elküldött. Szeretnék dolgozni, de nem lehet. Ám vannak olyanok, akiknek sikerül beilleszkedniük, állást találniuk. Odafigyelnek az emberre, például egyszer rosszul voltam, akkor is a cégnél, és akkor is azután másnap már akkor jobban odafigyel, és ha másképp viselkedem, akkor megkérdezek, hogy jobban vagyok-e. Hát az emberek általában nagyon elutasítóan viselkednek ezzel a betegséggel szemben, de én azt hiszem, hogy azért, mert nem ismerik ezt a betegséget eléggé, és inkább megpróbálnak elutasítóan viselkedni. Az Egyesület legközelebb szeptemberben Bonyhádon rendez nagyszabású programot epilepsziások számára. A Pécsi Magyar Finn Társaság szombaton az Égervölgyi táborhelyen tartotta hagyományos nyárköszöntő ünnepét. A jókedvű Johannuson a résztvevők finn dalokat énekeltek, mágiát gyújtottak, s a népszokás szerint tarisznyáikból és szép vonatú vesszőkosaraikból ételekkel, italokkal kínálgatták egymást. A fény ünnepe, a tűzgyújtás a napkultusz része. Az európai napfordulók ünneplése az ókori közel-keleti népektől indult, és a keresztény egyházak e mítoszok, jelképek jelentős részét átvették. Istent, Krisztust a nap fölé helyezve, de a keresztény naphimnuszok nem sokban különböznek a pogány naphimnuszoktól. A Szent Iváni szertartások és énekek jelképrendszerében szerepel keresztelő Szent János legendája és a napforduló allegóriája is. A finnek még tartják ezt a hagyományt, sokkal jobban, mint mi annak idején. Hát falun nálunk is divat volt a Szent Ivánéik a tűzgyújtás. Ők egész komolyan veszik a dolgot, nagy, legalább ekkora, mint amit nálunk raktunk most fák, vagy hát Johannus kokkót, mert így hívják finnül, és ők aztán éjfél utánig ott vannak mellette. Mi egy ilyen nyitott társulat vagyunk, tehát a rendezvényeinkre mindig mindenki szeretettel meghívunk. Általában sokkal többen szoktak jönni, sajnos a tegnapi vihar azt hiszem sokak kedvét elvette attól, hogy ma megjelenjenek. 1974-ben alapítottam, kezdeményeztem nagyon kedves barátaimmal, finn is nyelvet kezdtünk el tanulni 20-25 évig egyfolytában. Nagyon szép, rendszeres munka folyik itt. Minden hónapban van egy-két rendezvény. 130-140-en vagyunk. Énekelünk, dalolunk. Nagyon kedves segítséget kapunk az erdészettől. Minden évben szép mágiát raknak kérésemre. Úgyhogy meggyújtjuk a mágiát, és most jól is jön a meleg, mert egy kicsit hűvös az erdő zöldjében. Egy régi magyar versben így írnak Szent Iván éjszakájáról. Tüzét megrakja velágos Szent János, velágolj, velágolj, csak addig velágolj, míg én nálad leszek. Ha én tőled elmék, te is elaludjál. S végül egy holnap esti fórumunkra hívom fel figyelmüket. A napokban életbe lépett új vasúti menetrendről és a MÁV fejlesztési terveiről beszélgetünk Sülle Ferenccel, a MÁV pécsi területi igazgatójával és Jungling Sándor menetrendi előadóval. Ha bármilyen kérdésük van a vonatközlekedéssel kapcsolatban, hívjanak bennünket az 510-008 vagy az 510-009-es telefonszámokon. A fórum műsor tehát holnap este 7:30-kor kezdődik. A város legfontosabb híreivel, eseményeivel ez volt a Pécs TV híradója. Rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk. Maradjanak velünk! Éjszaka kissé felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem várható.
élénk lesz a szél. Hajnalban 10-15 fokra hűl le a levegő. Holnap a sok napsütést időnként némi felhősödés zavarhatja meg. A szél élénk marad. A hőmérséklet napközben 22-27 fok között alakul.